Szép napot kívánok, köszöntöm nézőinket, ez itt a paletta, mondom is, hogy mit láthatnak a következő több mint 20 percben. Mint egy 200 alkotó elmúlt 5 évben készült munkáit láthatják a műcsarnokban a Szabad Játék című kiállításon. Erről beszélgetünk az adás elején. Aztán jön hozzánk Györfi Ellen motorversenyző, mert hogy már javában készül a következő versenyekre. Végül pedig ingyen táborozhat 40 kreatív fiatal, pályázatot hirdettek ugyanis a jövő dizájnereinek, hogy mit is takar ez a gyakorlatban, arról is beszélgetünk majd az adás végén. Tartsanak velünk! Szabad játékcimű kiállítása a Műcsarnokban, itt van velem Szúrcsik József a Műcsarnok képzőművészeti szalonjának kurátora, köszöntöm. De én úgy fogalmaztam meg, amikor elolvastam, elolvastam a sajtóanyagot, hogy a cél valahogy bemutatása annak a kiállítással itt a több mint, vagy a nagyjából 200 alkotó munkáink keresztül, hogy milyen is a jelenkorunk művészete. Én azt mondanám, hogy eklektikus jó irányba haladnék. Hát nagyon sokféle az biztos, tehát hogyha az, ekletik, az eklektikus jelzőt erre használjuk, akkor mindenképpen igaz. Az egyik fő szempont az valóban az volt, hogy minél nagyobb merítésben, minél nagyobb válogatásban tudjuk ezt a, ezt a jelenkori magyar képzőművészetet bemutatni a műcsarnok falain belül, hiszen az a kor, amiben élünk, talán érdeklődik is az iránt, ami ebben az időszakban készül mostanában Magyarországon, és hogy említette, öt évből válogattunk, tehát az elmúlt öt év terméséből válogattunk. Milyen egyébként most azon túl, hogy eklektikus jelenkorunk művészete? Mindig mesél ugye a következő generációknak az adott kor művészete rólunk. Mit mesél majd, hogyha ezen egy picit elfilozofálgatunk? A legjobb helyzetben vagyunk tulajdonképpen egy ilyen nagymerítésű kiállítással, hiszen azokat a tendenciákat, azokat az egyéni utakat, azokat a gondolkodás mód típusokat meg tudjuk mutatni ezeken a műveken keresztül, amelyek ma jelen vannak, itt velünk vannak, és hát a jövő pedig nyitva van még, de egy nagyon fontos helyzetben vagyunk, hogy végre lesz egy ilyen anyagunk, amiben visszatekinthet a, a, jövő embere, és megnézheti, hogy ma 2020-ban az adott körülmények között hogyan gondolkozik egy, egy, magyar képzőművész. Ugye friss alkotások is vannak, vagy hát viszonylag friss alkotások, meg hát nyilván itt azért elég nagy munka volt kiválogatni tulajdonképpen a nagyjából 200 alkotó munkái közül azokat. Volt olyan, akit ez az időszak, ez az elmúlt, akár ez a járványhelyzet megihletett? Amikor a kiállításra készültünk, illetve a kiállításnak fő fejezetére, az első fejezetre, akkor még nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Februárban nagy erőkkel nekiugrattunk, és gyakorlatilag mire ez a pandémia kiterjedt a világban, eh, addigra kész volt a kiállításunk, és azonnal be is kellett zárjuk. Eh, 200 művészről beszélünk, pontosabban 198 művészről, és 256 alkotás szerepel benne a terekben, fönn a falakon hogy, hogy kik azok a művészek, akik a jelen helyzetet képesek voltak feldolgozni, na el kell menni, meg kell nézni ezt a kiállítást, akkor még nem volt ez a járványügyi helyzet, nem állt úgy, hogy erre konkrétan reflektáljanak művészek. De most készül egy új fejezet, ami szintén a Szabadjáték második képzőművészeti nemzeti szalon kiállítás részeként, Szabadjáték szobák címmel indul, ami augusztus 11-én terveink szerint meg is nyílik. Na, no, ott már lesznek olyan művek, amelyek erre az időszakra... Viszont az ja. meg azért jó, mert össze lehet hasonlítani az ezt megelőző állapot, a pandémiát megelőző állapotot és az azt követő állapotot. Tulajdonképpen erre is jó. Még arról beszéljünk, hogy annak a kiállátogat a kiállításra, ugye szeptember 27-ig lehet megtekinteni, ezt így a meghosszabbításnak köszönhetően. Milyen intézkedéseket kell majd betartani, ami nagyjából ugye két-három heten nyitott ki tulajdonképpen a kiállítás újra. Igen, nemrég nyitottunk újra, fel kell készülni arra, hogy hát megfelelő védőfelszerelőkek kötelező meg, akkor hát maszkal ezek maszkal jöjjenek a látogatók. Igen, így várja, mi műcsarnok a látogatókat, és bizonyos korlátozások azért lesznek. Tehát a nézőszám tekinteti, van túl nagy tömeg rohanná meg a műcsarnokat, akkor azért egy picit várni kéne. Most nem ez a helyzet, egyébként mindenki meg tudja nézni, be tud, be tud menni a műcsarnokba. És akkor térjünk vissza még egy picit a kiállításra. Mi volt az a fő szempont, ami alapján azt elárulta nekem még a beszélgetés előtt, hogy nagyon széles az a paletta, ahonnan merítettek. Tulajdonképpen a művészek közül is már van 26 éves művész is, művész alkotása is, és van 90 éves művész alkotásai. Ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy ez a nagy merítés azt is jelentette, hogy tényleg minél inkább be tudjuk mutatni azt, hogy a generációs bontású kiállítás az azért mutassa meg valóban azt, hogy hogyan gondolkodik ma 21. század első negyedében egy 80-90 éves alkotó is, a középgenerációsok és természetesen a fiatalok is. Ez azért is érdekes, mert nem csak technikai értelemben van nagy differencia közöttük, vagy, vagy látná, látásmódban, szemléletben máshogy gondolkodnak, de nagyon sok a hasonlóság is. Engem nem a hasonlóságok érdekeltek, hanem sokkal inkább a különbözőségek. Ugyanis engem nem az érdekelt a válogatás során, hogy... Hogy ki milyen világnézetű, honnan indul, és milyen szocializációs háttérrel közelít a, a jelenkorba a saját alkotásával. De az nagyon-nagyon fontos volt, hogy a legjellemzőbb művek itt legyenek, vagy a legjellemzőbb alkotók itt legyenek. Hát mindenki nem fért be, ugyanis Magyarországon azért több ezer aktív, hivatásszerű alkotó művész van. Ezekből a, az életművekből, ezekből a művekből azért válogatni, azért nem egy, nem egy könnyű dolog, ha így nézzük, de nagyon változatos, tényleg technikai értelemben is nagyon változatos. Tehát itt a klasszikus technikáktól egészen a 21. században e, már aktív technikákig minden, minden itt van, és hát erre törekedtem nagyon, hogy ez így legyen. És nyilvánvalóan a, a művészi hozzáállás tekintve is nagyon-nagyon változatos. Bár a legérdekesebb számomra az, hogy a legidősebb alkotónk, aki egy szobrászművész, regesdi György, ő egy, egy különleges plexi munkával szerepel a, a, a kiállításon. Többet ne is áruljunk el, majd menjenek el a nézők és nézzék meg ezt a műcsarnokon, ezt a tárlatot. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönjük szépen. A Sportrovat támogatója Mol. Folytatja a felkészülést a versenyekre Györfi Alen motorversenyző, versenyző, aki itt van a palettában. Szerbusz, köszöntelek. Én most olvasok egy mondatot, ami egy gyakorlatilag pár hónappal ezelőtti hír. Györfi Alen már javában készül a 2020-as esztendő erőpróbáira. Hát ez volt még márciusban. Aztán ez megváltozott, mert hogy gyakorlatilag neked is vége szakadt a verseny is, és az edzések is. Hogy élted át ezt az elmúlt pár hónapot? Üdvözlök mindenkit én is, <kül> Igen, nagyon nehézen, nehezen indult az egész év, Ugye nehezen folytatódott, inkább úgy mondom, mert könnyen indul, mivel megvoltak a tervek, a lehetőségek, a, a, a dolgok, és igazából ez a koronavírus keresztbe vágott mindent. Ugye kiutaztunk Amerikába, versenyelkül hazajöttünk, utána a, a be voltak zárva, karanténba voltam, akkor nem bírtunk hova menni edzeni, se edzőterem, se semmi. Tehát igazából ez egy ne, nagyon nehéz időszak volt számunkra, és az összes többi sportoló számára, mert minden lehetőségünk megállt és befagyott, de ha most szépen lassan újraindul, akkor remélem, hogy minden rendben fog folytatódni. De mivel töltötted például ezt az időszakot? Mit csinál ilyenkor egy motorversenyző? Hát az életed nagy része, vagy a napjaid nagy része az <coughs> edzésekből állnak. Ugye gyakorlatilag négy-öt edzésed van, ezt elárultad nekem egy héten. Hát ezek most kimaradtak, mivel helyettesítetted? Sajnos a karantén időszakban, a március közepétől azt hiszem, akkor Unatkoztam, ettem, mivel nagyon imádom a hasamat. Próbáltam azért odafigyelni magamra, hogy azért egészségesen táplálkozzak, de persze nálam egy nagyságú, mindig becsúszik. Egy nuteles palacsinta, egy kis csoki, egy kis bármi. Tehát nagyon imádom, de próbáltam arra odafigyelni, hogy naponta azért az egy óra mozgásom meg legyen otthon is, és ahogy már ki lehetett menni a szabadba, akkor elkezdtem mozogni, de ugye nagyon nehezen lehetett ezt létrehozni, mivel kimegyek a szabadba, futok, nincs olyan semmi komolyabb edzés, nem, nem, tudok motorozni, tehát így nagyon nehéz. Egyébként a súly az meghatározó mondjuk egy motorversenyző esetében, tehát neked például vigyáznod kell arra, hogy egy bizonyos kiló fölé nem menj, vagy én azt gondolnám, hogy ez igen. számít? Nálunk nagyon számít, igen, tehát ha úgy számoljuk, hogy nagyjából három kiló, egy lőrőt, hogyha mondjuk lennék 70 kiló, akkor, vagy 73, akkor a 73 -a sokkal rosszabb, ugye, mert egy kilót azt elveszít az ember, vagy egy lóerőt, bocsánat. Aha, tehát, hogy nektek akkor tulajdonképpen az a jó, hogyha súlyban tartjátok itt azt, a az igen. Így van. Erőpróbákról írtak itt még a cikkben, most ugye ezek elmaradtak, de mit is jelentett volna neked a 2020-as esztendő, és ebből mi, mi az, amit most mondjuk úgy látod, hogy teljesíteni fogsz tudni, mert hogy nem sokára az a verseny, ami elmaradt, azt pótoljátok? Ha minden igaz, pótolni fogják októberben, de már most sajnos nagyon rossz hírek, akiket hallottunk, de még nem tudjuk biztosan, hogy elmarad-e vagy megtartják. Ugye világbajnokságon mentem volna, ami most nagyjából szépen lassan indul, de ugye itt azért a lehetőségeink tárházait Magyarországról nagyon nehéz oda kijutni, és nem tudom, hogy ebből is mi lesz. Tehát lesznek persze nemzetközi versenyek, Európa kupák, ott szeretnénk indulni. Ha. De a pályák már nyitva vannak, tehát edzeni már tudsz. Az milyen érzés volt egyébként jó néhány hónap után fölülni újra a motorra? Megmondom, hogy nem volt olyan nagyon furcsa, mivel a téli időszak ugye nálunk az egy ilyen 3-4-5 hónap motorozás nélkül. Tehát ez most ugyanazt átéltük, csak most két, kétszer, kétszer volt nálunk tél, ha azt nézzük de mindenképp nagyon rossz volt, ugye, mert előtte verseny előtt kétszer ültem motorom, most megint kimaradt ez a pár hónap, tehát így biztos nagy élmény volt számomra is, meg hát megkönnyebb, hogy végre motorozhatok. Na de, hogy én, én, azt hittem egyébként, ezt is elárulom, ezt a kis kulisszatitkot a nézőknek, hogy mi kint beszélgetünk, és én azt gondoltam volna, hogy hát akkor neked lételem, de a motor, és minden, mindenhova azzal közlekezünk egy motorverseny. De azt mondtad, hogy nem. Tehát, hogy te gyakorlatilag a versenyeken és az edzéseken motorozol, mert hogy veszélyes, és ez megdöbbentő. <hály> így van, így van. Ez nagyon veszélyes, ezért is próbálom kerülni, ahogy, ahogy, lehet, mert megmondom őszintén, tehát nagyon sok olyan váratlan helyzet van, akár egy autós, egy előzés, véletlen nem néz a tükörbe, kihajt elét, egy poros, poros útszakasz, vagy kavics felhordás, tehát nagyon veszélyesek. Ez furcsa egy motor versenyző szájából hallani. Igen. A pályán Igen. nagyobb biztonságban érzed magad például? Igen, százszerzelékos, hogy nincs forgalom, nincs szembejövő forgalom, egy irányban megy mindenki, tiszta a pálya, tehát nincs, nincsenek ilyen veszélyek. Tehát, hogy igazság szerint akkor a pályán biztonságosabb ilyen tekintetben, pedig a sebesség is nagyobb. Nem tudom, hogy mennyi a végsebesség, amivel, vagy meg, mennyi volt a legmagasabb sebesség. A motortól függ általában ilyen 300 és 310 pár kilométer óra között szoktunk menni. Az felfoghatatlannak tűnik nekünk innen. Mi lesz a következő verseny, amiért drukkolhatunk? Ha minden igaz, hogy meg is tartják-e, azt nem tudom még biztosan, de ennyire úgy hogy jelen pillanatban szerint meg fogják tartani ez Sárvánra lesz Pannonia ringen, ott lesz egy ilyen Európa kupa, és ott igyekszünk rajthoz hozzá, és minél jobban teljesíteni az ennyi időt kihagyás után. Hát kívánunk neked ehhez sok sikert. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen, hogy itt voltál. A sportrovat támogatója a MOL. Ingyen táborozhat 40 kreatív fiatal pályázatot hirdettek a jövő dizájnereinek. erről fogunk beszélgetni a többi között Krakó Ákossal, a Kékbolygó Klimavédelmi Alapítvány kommunikációs igazgatójával, és Huszár Andrással, a Hello Wood társ Mert valahogy úgy néz ki ez a gyakorlatban, hogy az ötletgazda az alapítvány volt, aki elindította a kezdeményezést, és hozzájöttek tulajdonképpen a kivitelezők, hogy ezt egy picit más köntösben is megmutassuk. De mi az alapvető cél ezzel a táborral? Mi a nagy klímavédő ötleteink és programjaink mellett éppen akkor kezdtünk el nagyon tudatosan fiatalokkal foglalkozni, amikor Budapesten a leghangosabbak voltak az ilyen klímademonstrációk vagy klímatüntetések, Azóta is kiválóan működő gyakornoki-meg ösztöndi programjaink vannak, illetve a fiatalabb korosztálynak is szánt iskolai-edukatív programjaink vannak. És arra jöttünk rá, hogy ha csak arra figyelnének a fiatalok, hogy mit mondanak az utcán, az amúgy ö, frappánsan fogalmazott, transzparensen, de mégiscsak néha nagyon-nagyon radikális. Ö, igényeket megfogalmazó fiatalok, akkor kis túlzással azt kellene mondani, hogy sétálás közben mesztelőnül kellene éhen halnunk, mert azt mondják, hogy be kell zárni az állattartó telepeket, mert hogy azok környezetszennyezőek, a divatipart, kiszolgáló textilipart úgy, ahogy van, szüntessük meg, és természetesen gyalog menjünk mindenhová, mert hogy az a környezet kímélő. És amikor mi beszéltünk a velünk kapcsolatban lévő fiatalokkal, akkor rájöttünk arra, hogy Persze, persze, ezek fontos dolgok, de azért a fiatalok nem szívesen mondanak le azokról a 21. századi vívmányokról, amik az ő életüket kényelmessé és jóvá teszik, függetlenül attól, hogy ők tényleg fontosnak tartják a klímavédelmet meg a fenntarthatóságot. És akkor azt találtuk ki, hogy ha mi tábort szervezünk, már pedig nyára is szeretnénk programot biztosítani a fiataloknak, akkor nem várhatjuk azt, hogy valamiféle ilyen aszkétaként egy barlangba... Tábortűz mellett ülünk, és beszélünk egyébként arról, hogy mit kellene csinálni, hanem olyan dolgokat akartunk nekik adni, ami egyébként a fenntartható, a környezettudatos elvek mellett számukra is élvezhető. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy oké, okay, de mi tudjuk adni hozzá a szakmát, tudjuk adni hozzá a gondolatokat, de ki is az, aki ezt meg tudja valósítani. És régi kapcsolat volt nekünk a Wood-dal, akik, akik az organikus anyagokhoz olyan alázattal, meg tisztelettel tudnak nyúlni, amit mi is gondolunk, amúgy a teremtett környezetről, hogy felvettük velük a kapcsolatot, és elkezdtünk ötletelni, hogy mit csinálhatnánk mi nyárra azoknak a fiataloknak, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, vagy akikkel kapcsolatba szeretnénk kerülni. A környezetvédelem és a design, tehát ő kettő együtt, tehát nem zárja ki egymást, és ugye ami nagyon fontos, és erről mindenképpen beszéljünk, hogy az egyik lényeges, hogy ugye úgy kell jelentkezni, hogy mindenki, tehát minden olyan fiatal, aki szeretne ebben részt venni, az küld valamiféle, aztán videót legfőképpen itt az elmúlt időszak kapcsán, tehát hogy ami megfogalmazódott. Így van, így van, így van. Érkeztek már eddig, ha jól tudom. Milyen tartalom, tehát, hogy mi érkezett eddig, miket tudnák kiemelni? Érkeznek a videók, és nagyon izgalmasak a, a fiataloknak a, a módszerei hozzáállása ehhez a mostani helyzethez, így a Covid után is. Van olyan videó, ahol gyakorlatilag arra bíztat, hogy termelj meg magannak mindenfélét, és utána megmutatja, hogy mennyi hulladékot nem kellett kidobnod, tehát nem kellett megvásárolnod a boltban, hanem magadnak megtermelted, akkor ez, ez létrejöhet, és mi alapvetően a Design eszköz használjuk fel arra, hogy egy klímatudatos szemléletet adjunk át. Ez egy, ez egy direkt és kicsit indirekt módszer is. A táboroztatók mindenki egy, egy ilyen példa lesz a, a táborban, tehát bemutatkoznak, megmutatják a saját munkásságokat, itt fiatal designerekről beszélünk, és ők olyan workshopokat fognak a gyerekeknek, fiataloknak megmutatni, aminek a vége egy olyan produktum lesz, amit aztán mindenki saját élményként könyvel el, és bemutatható, feltölthető az internetre. Tehát itt igazából ilyen klímavédelmi influencereket fogunk képezni, és ennek minden technikáját, technológiáját át fogjuk nekik adni. És akkor valahogy a lényege az, amit ugye Ákos megfogalmazta, hogy tulajdonképpen nem zárja ki a környezetvédelem azt, hogy adott esetben akár design tárgyakkal vegyük körbe magunkat. Tehát, hogy valahol megtalálni azt az egyensúlyt tulajdonképpen a környezetvédelem és a mindennapi életünk között. Sok-sok dolognak az egyensúlyát kell megtalálni. Ezeknek a fiataloknak a design az fontos, a divat az fontos, az öltözködés az fontos, a telefonnyomkodás az fontos. Az sem egy ördögtől való, hogy egyébként egy egyperces videót kérünk tőlük, mert hogy a 15 vagy 16-20-as akikre elsősorban számítunk, hát naponta 20 egy percet videóznak egyébként, és itt most arra szeretnénk kérni, hogy azok az egyperces videók, amik az Instagram vagy ilyen TikTok oldalokra készülnek, azok valamiféle dramaturgiával mégiscsak azt dolgozzák fel, hogy ők mit gondolnak itt a Covid utáni időszakra, vagy arról, hogy ők hogyan tudnának hozzájárulni a fenntartható jövőhöz, ezt forgassák le, küldjék el, abból a 40 legjobbat ki fogjuk választani, és várjuk őket egy olyan táborba, ami gyakorlatilag minden mozzanatában, minden programjában alkalmazkodni fog nyilván a fiatalok elvárásaihoz, de mindezt úgy, hogy a nagy fesztiválok, a nagy hangos koncertjei mellett ez egy csendesebb tábor, viszont mindenféleképpen a prioritás ez a fenntarthatóság. És ez szerintem van egy olyan nagyon fontos, hosszú távú célja is, hogy ugye a jelen generáció határozza meg majd a következő generációt, és nem hogy a környezetvédelem tekintetében, és főként a fiatalok a célpont, mert hogy ők adják majd tovább azt a szemléletet a, a gyermekeiknek. Nem tudom, hogy ez mennyire volt benne például tábor országban. Tehát a prevenció tulajdonképpen az a, az a legfontosabb részenek a programnak. Tehát az, hogy a fiataloknak átad, átadunk egy, egy olyan szemléletet, egy tudást, amit utána ők terjeszteni is tudnak, és ők is, maguk is így szeretnének élni később, ez iszonyat fontos. Még mi arra számítunk, hogy aki erre a táborra már jelentkezik, az eleve már egy erre egy kicsit fókuszált, tehát ők belülük tényleg vállatnak igazi nagykövetek, akik majd mennek és nyomják-nyomják, és, és, és de alapvetően a Hellódnál nagyon fontos ez az, hogy egészen a gyerekkortól már az egyetemistákig szervezünk oktatási programokat. Ugye nekünk, amiről ismerté váltunk, az a Helloód építészeti fesztivál, van egy nemzetközi építészfesztiválunk, illetve egy magyar építészeti fesztiválunk, és a gyerekprogramunk az gyakorlatilag több mint tíz éve már fut, csak nem ez volt eddig a kommunikációban a fő, fő hangsúly, viszont olyan munkák keletkeznek ezekben a táborokban, amit utána egy kiállítás keretein be, le be, lehet mutatni. Tehát akkor tulajdonképpen a belépő az ingyenes táborba az egy perces videó, amelyet ugye meddig vártok? 29 ég, hogyha az esik vasárnapra, akkor 29 -ig ég várjuk. Elég szűkre szabtuk a határidőt, és ennek leginkább az az oka, hogy amikor elkezdtük ezt a tábornak az ötletét úgy simogatni és domborítgatni, akkor közbe jött a Covid, néztük, hogy meg lehet-e, nem lehet-e, meg mikor lehet, akkor eldöntöttük, hogy augusztusban mégis beleugrunk ebbe, és szűkre szabtuk a határidőt, de még egyszer mondom, nem érzem megugorthatatlannak, főleg annál a korosztálynál, ahol ez szinte rendszeres, és azt szeretnénk egyébként nem titkolt cél, hogy ez egy hagyományteremtő, vagy egy, ez az első lesz, és ezt még kövessen sok, hogy itt kialakuljon egy olyan kékbolygó és Hellowood közösség, akik egyébként nem csak ez alatt a pár nap alatt járnak össze, hanem mondjuk majd később is akár a mi rendezvényeinken is, akár csak úgy az egymás társaságát keresve valóban a jövőért tenni akaró fiatal. Maga a tábor mikor indul, mert ugye eddig ugye a videó 3 Augusztus 3. Augusztus 3. Itt lesz, hogy jelentkezze mindenki. Akkor még És van. És videóüzenet is lehet, nem is kell egypercesnek percesnek lennie. Tehát, hogyha épp nyaralás közben van, akkor találkozhat a strandon, hogyan lehet lehetnek kis optimalizálni a hulladék felhasználást. Minden Köszönöm. megtalálnak erről, bocsánat, a Facebookon, Hello Wood oldalán, vagy a Kék Igen, Igen, Facebook oldalán, vagy a wwwkbkorg Köszönöm szépen, hogy itt voltatok nálunk. Köszönjük mi is. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt holnap, és viszontlátásra.